Köszöntöm Önöket, a mai műsorban vígoperát ajánlunk, öhönforgató versenyre invitáljuk Önöket, és egy örökbefogadható kutyus is érkezik majd. Mindezek előtt azonban az óra divatról szólunk, vendégeim már itt ülnek velem szemben, Kazinczy Ferenc és Kazinczyné Batta Mónika, Tempus óraszaküzlet tulajdonosai. Szervusztok! Szervusz! Van esetleg óra divat? Tehát azért, hogyha a ruházatra gondolok, akkor mindig mondják a stylistok, hogy 2017-ben ez meg ez lesz az év színe, stb. Órák tekintetében van olyan, ami 2017-ben akár mondjuk nyáron düböröghet, divatos lehet? Természetesen, mint ahogy a ruhában, ahogy említetted, úgy a korokban is megvolt mindig az adott divat, és az idei év talán kicsit színesebb lesz, mint a tavalyi volt. Tavaly a fehér volt a nagy kedvenc, a nagy divat, látszik, ugye, rajtam is a fehér van, ma is szeretem. Ma inkább, és az idén a kék, a bronz, a barna, ezek a, és most jönnek elő a rózsaszín, az ilyen nagyon, nagyon feltűnő színek, mint a neon színek. De ha megfigyeljük a cipődivatot, ott is ez van, például a sportruházat esetében, és akkor ugye ahhoz nyilván minden leköveti, minden trend leköveti ezeket az irányzatokat. Olyan szinten mondjuk az órát is variálhatjuk mondjuk a ruházatunkhoz, abszolút, vagy mondjuk a cipőnkhöz, teljesen mint például értékű egy táskát. Évekkel ezelőtt volt nagy-nagy divat, amikor ilyen nagyon színes szilikon vagy gumírozott óraszíjak voltak. Ugye maga volt egy óra szerkezet, ami fix volt, és az összes többit azt lehetett cserélni hozzá. Egyik nap felvettük, belepattintottuk az óra szerkezetet mondjuk a pirosba, a másik nap a fehérbe, a harmadik nap a zöldbe. Ez már gondolom lecsengett. Pontosan, ezek mindig ilyen felkapott dolgok. Jelen esetben a példád alapján egy sportolónak volt egy indítványozása, a szilikon karkötő. Azt tudjuk, hogy annak mi volt az üzenete, és ezt lekövette a divat. És így lett egy ilyen felkapott esemény belőle. Aztán utána ez persze elfelejti a világ, és jön egy újabb. Nagyon sok órát hoztatok ide nekünk a stúdióban, hogyha mondjuk gyerkőcnek szeretne valaki órát választani, akkor Feri, mit javasolsz a szülőknek? Hát a gyerekórának elsődlegesen, mivel hogy meg kell, hogy ismerje az óraszámlapát, és le kell tudnia olvasni az órát, mindenképpen analóg órát javaslunk. Uh-huh. Analóg óráknak ugye az a jellemzője, hogy be van kalibrálva a számlapot, vannak az indexek, és meg kell tudni mondani, hogy egy óra múlt 3 perce. Ha digitális órát vesznek, akkor azzal az a gond, hogy nem tanulja meg a gyerek leolvasni kényelmi szempontok alapján, és ugye majd felnőtt korban jön elő a probléma, hogy pácika, házikó, szék-szék kisember nem tudja az órát leolvasni. Mindenképpen első órának olyat célszerű választani, ami ha ne talán leesik és eltörik, vagy elhagyja a gyerek, akkor nem okoz anyagi veszteséget a családnak. Az itthátható órá bármelyik javasolt. Vannak benne digitális órák is persze, de az már inkább egy olyan korosztálynak, aki úszik, sportol, esetleg mérni akarja az időt, stb. De mindenképpen az ilyen műanyag jellegű, idézőjelben egyszer vagy kétszer használatos órákat, amelyek minőségüket tekintve vízmentesek, és mindennapi használatnál nyugodtan megállják a próbát. Az egyik kollégám most végigpásztázott az asztalon, és azt is lehetett látni, hogy egy ilyen hatalmas, digitális kijelzős monstrum ékeskedik így az órák mögött. Ez micsoda? Sőt, ezek micsodák, mert hogy kettő is van itt az asztalon. Hát igen, a mobiltelefonok elterjedésével az ébresztő órák létjogosultsága egyre inkább háttérbe szorul. És a szoba és a szekrénysor díszeként szokták ezeket az órákat a vásárlók választani. Ezek már kis időjárás állomások is, van egy kültéri egység, a külső hőmérséklet, belső hőmérsékletet mutatja, előrejelzi az ikonok alapján a várható időt, aztán egyéb funkciók kapcsán a páratartalmat és minden időjáráshoz kapcsolható mutatót tudnak vele mérni. Manapság egyre kevesebben hordunk órát, rajtam sincsen most, én sem vagyok egy nagy órás, mert hogyha megkérdezik, hogy mennyi az idő, vagy engem érdekel, hogy hány óra múlt hány perccel, akkor igen, előveszem a mobiltelefont, ahogy Feri, te is mondtad, de azért vannak olyanok, akik nem adják ezt alább, és gyönyörű szép karórákra vágynak, akár mondjuk férfi vagy női karórára. Ezek tekintetében milyen különlegességeket hoztatok ide? Kezdjük mondjuk a nőivel. A
Női órák esetében most nagyon-nagyon, nekünk most szerencsénk van, mert rettentően széles a paletta. Ha megfigyeljük, akkor a nagy méretől a legkisebb méretig minden megtalálható, és igazából személyiségként lehet választani. Uh-huh. Tehát ha valaki olyan típusú személyiség, akkor az extravagáns, modern divat vonalat fogja követni. Viszont, ha valaki a konzervatívabb, visszafogottabb stílus szereti, akkor ő is megtalálja a saját elképzelését. Amit érdemes tudni, hogy a minőség esetében például most már az óraipar nagyon odafigyel az allergiára. Legyen titánium, ha allergiás valaki, ugye sokszor nem szerették az allergiások uh-huh. ezt a titánium anyagot, kerámiával kombinálták most már az óra szerkezeteket, és így ők is hordhatnak nagyon szép, nagyon elegáns órákat. Közben bejött a Swarovski, a gyémántkövek, attól függ, hogy ki milyen igénye van, de vannak a cirkonköves órák is, amik, uh-huh. amik árérték arányban, ugye még mindig minőségben maradunk, de attól függetlenül mindenki megengedheti magának a saját stílusának megfelelőt. És mi újság van a férfiakkal? Ott is azért vannak nagyon kedvelt, már-már évek óta standard, szép órák, de biztos, hogy itt is azért van olyan, aki a divatot szeretné követni. A férfi ékszere ugye az órája, ennek kapcsán egy férfinek lehetősége szerint legalább 2-3 órája ilyen. Hétköznapra, sportra, munkába, elegáns kivitelre. Úgy állítottam itt össze a kollekciót, hogy felülről lefelé haladva, egy sportos, dinamikus óra a felső három kategória. Ezek ilyen multifunkciós szerkezetű órák, tehát stopper ébresztés van benne, gyakorlatilag ha már benne van a funkció, akkor az ember használja. A következő kategória az az öltönyösebb, sportosan elegáns kategória még, és az első órák azok a speciálisan elegáns órák. Amit még érdemes tudni az órák, hogy alternatív energiaforrások is vannak benne, tehát a napelemes, a kinetik rendszerű, vagy a kézihúzású mechanikus órák, amelyeknek ugye, ha az embernek több órája van, azért van jelentősége, mert amikor pont elő akarná venni azt, amire szüksége van, esetleg kvarcóra, akkor az általában leszokott merülni, és nem szokott járni. Tehát a férfiaknál és a nőknél is most már ezek az alternatív energiaforrású órák elérhetőek. Ami még fontos a férfi óráknál, a vízmentesség, a karcmentes üveg, ugye a fizikai tevékenység kapcsán, és ezek az órák azért hosszú távon értéket képviselnek, és örökíthetők. Ugye régen emlékszünk rá a nagyapáink idejében a doxa óra, vagy az ahhoz kapcsolódó emlékek a mai napig is kísérik a vásárlókat, és értéket szeretnének adni. Még egy fél percünk van arra, hogy beszéljünk a szíjakról. Ugye most jön a meleg, most már tényleg napok óta szerencsésen süt a nap, 20 jó pár fokok vannak, sőt már lassan 30. Ilyenkor melyik szíjat javasoljátok ti? Bőr, fém, szilikon, gumi, melyik a legjobb ilyenkor? Itt is él az, ahogy attól függ, hogy hova megyünk. Tehát ha strandra megyünk, akkor nyilvánvalóan nem fogunk felvenni bőrszíjas órát. Oda a kaucsuk szíjas teljesen, vagy a szilikon szíjas teljesen megfelel. Lepergeti a vizet, nem sajnáljuk, mert árérték arányában az ugye egy kedvezőbb. Ám de, hogyha minden napra nem akarok ide váltani, oda váltani, akkor a fémláncos órák azok nagyon jó szellősek, nem párik be a bőr, stb. Nem lesz, ugye a víz, ha vizet ér, akkor nem fog ott ázni a bőrünk, tehát egészségi okokból sem rossz a fémlánc. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és rengeteg jó ötletet kaphattunk tőletek. Mi pedig folytatjuk a műsort, méghozzá egy különleges kiállítást ajánlunk önöknek. Múlt héten szóltunk arról, hogy elindult a nyíregyházi Plein Air művésztelep, immár harmadik alkalommal. A záró kiállítását tegnap délután nyitották meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Az alkotásokat május 28-áig tekinthetik meg ott, egy kis kedvcsinálóval, ajánlóval készültünk önöknek. Thank you.
Az opera gyönyörű, ezt szeretné bemutatni az MJ produkció, Víg operával készülnek a művészek és a szervezők, ám az énekesek szólalnak meg most itt a Weekendben. Biri Gergely és Nagy Kíra, sziasztok! Szia! Ritka az, hogy fiatalok ezt a műfajt választják, gondolom én, full laikusként. Ti hogyan keveredtek az opera szerelmesei körébe? Nálam úgy indult ez az egész, hogy ugye én nyíregyházi vagyok, a Kodály Zoltán általános iskolába jártam, és 8. osztály után visszahívtak engem a Cantimus vegyes karba énekelni, tehát a komolyabban a zenével való foglalkozás az itt kezdődött el, én 7 évig énekeltem ott, és egyszer a Miskolci Nemzeti Színházba szerveztek egy opera látogatást, ahova többen az énekkarból is elmentünk, és ilyen poénként szóba került, hogy engem el tudnának képzelni a színpadon, mint opera énekes, és akkor ezen egy jót nevettünk, és végül később ez annyira szöget ütött a fejembe, hogy én úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és felvételiztem a Debreceni Egyetemre, és felvettek. Tehát majd, hogy nem egy vicc volt ez az egésznek az igen, alapja. Igen, egy jó poénnak indult. Igen, és aztán nem és lőn miből lett a cselemogán. Neked hogy jött ki az opera énekesi karrier? Én sportoló voltam általános iskolában, de a szüleim ragaszkodtak ahhoz, hogy zenét is kell tanulni, és ezért végig a 8 év alatt zenét is tanultam, és akkor, amikor dönteni kellett, hogy hova adjam be a felvételit, akkor ugye nyilván a sport volt az első helyen, és mondták, hogy hát azért a zenével kapcsolatban is legyen valami, és hát kiskorom óta mondták, hogy az énekléssel kéne foglalkozni a gyereknek, mert hogy milyen szép hangja van, de nem szerettem volna, és aztán egyszer felkeltem, és mondtam anyukámnak, hogy hát én mégiscsak énekelni szeretnék, és akkor hát de 2 hónap múlva felvételi van, nem jártál soha énektanárhoz, akkor mit csináljunk, és akkor Debrecenben a zeneiskolában kerestünk egy énektanárt, aki elvállalt, és fel is vettek az ottani szakközépiskolába, és utána pedig az egyetemre Debrecenben. De ez már tudatos volt, hogy ezt a műfajt választottad szívecsücskének? Vagy azért ott még az volt, hogy jazz énekesnő leszek, és nagy színpad, világkörüli turné, milyen más? Nem, ott csak annyi, hogy az éneklés, aha, és hogy ez majd melyik irányba megy, ugye ez 14-15-16 évesen nem nagyon tudja az ember, és aztán szerencsére Pap Wilhelmina volt a tanárom, aki anyaként nevelgetett a szárnyai alatt, és ezért az opera éneklés mellett maradtam. Az opera amúgy egy elég érdekes műfaj, mert mint olyan szinten, hogy azért a 21. század embere kicsit fél tőle, hogy nagyon komoly, nagyon unalmas, hogy most elmegyek az operába, hallgatok ott különböző dalokat, énekeket, nézem a feliratot, hogy miről is van szó. Hogy tudjátok majd kivitelezni a nyíregyházi koncertet? Ugye 29-én lesz a koncert, feliratozógépet hoztok magatokkal, vagy magyar darabot választottatok, magyar nyelvű darabot választottatok? Nem fog kelleni feliratozógép, ugyanis a darab az nem magyar, mert József Haydn az Énekesnő című Víg operájáról van szó, viszont magyar fordításban énekeljük, és így a közönség mindent érteni fog, és az érthetőséget segíti még az, hogy az áriák, vagy duettek, vagy együttesek között prózai jelenetek zajlanak, ezáltal gördítve előre a cselekményt. Tehát lényegében majd, hogy nem ez egy tudatos és populárisabb választás igen, lehetett tőletek. Igen, igen, mindenképpen. És maga a darab is annyira hétköznapi, hogy szerintem a kicsiktől a nagyokig azért megfogja az embereket. Vicces, nagyon vicces. Tehát akkor nem egy ilyen nagyon komoly darabba készül. Egyáltalán nem, és azért is szeretnénk azoknak is ajánlani, és azoknak a figyelmébe ajánlani, akik mondjuk nem mernek operába menni. Lehet, hogy egy kicsit érdekli, de úgy gondolja, amit te is elmondtál, hogy nagyon unalmas lesz, nem érti, ez nem lesz az. Tehát itt nyugodtan el lehet kezdeni az operába járást ezzel a darabbal, itt valószínűleg, sőt biztos, hogy nem lesz csalódás. Kik lesznek még színpadon mellettetek? Fehér Éva, ő az én anyukámat fogja játszani, és Vince János, ő pedig a szomszédunk, ugye, az én szomszédom, aki nagyon szerelmes belém, és mindenféle dologgal szeretne kedveskedni, hogy elnyerje a szívemet, miközben az énektanárom is ugyanígy
így erre pályázik, és akkor ebből van egy bonyodalom. Igen, és a zongora kíséret, tehát a zenei aláfestés, az pedig Kozma Dávid fogja nyújtani, aki nekem volt az egyetemen évfolyamtársam, most már zongora művész. Egyszer minden szakmát, minden utat el kell kezdeni, ti fiatalként elindultatok egy úton. Milyen visszajelzéseket kaptok esetleg a nagyoktól, akik már évek, évtizedek óta előttetek járnak? Tehát dicsérnek, noszogatnak titeket, mit mondanak? Szerintem noszogatni nem kell bennünket. Sokszor dicsérnek, és... Ez mindig felhívják a figyelmünket, hogy ez egy nehéz pálya, nem annyira egyszerű, mint amilyennek tűnik, de én úgy gondolom, hogy próbáljuk, és talán sikeresen vesszük az akadályokat. Te mit tapasztalsz, Kira? Hasonló a tapasztalatom, és én nagyon szerencsésnek tartom mind a kettőnket, mert olyan emberek nevelgetnek minket a szárnyaik alatt, akiknél igazán jó útmutatást kaphatunk, és azt hiszem, hogy így merhetünk ezzel a szakmával foglalkozni. Nagyon-nagyon szerencsések. És mi a célotok? Hiszen ilyenkor mindig felmerül, hogy a sportolóból lett operaénekes palánta vajon hova akar még fejlődni, vagy hova szeretne eljutni? Hát az operaház a cél. Uh-huh. A Magyar Állami Operaház elsősorban, és utána külföldön bárhol csak színház legyen, és opera. Igen, nekem. Gergő, neked? Nekem is hasonlóak a céljaim. Ugye külföldről tudni kell, Magyarországhoz képest lényegesen több operaház működik. Uh-huh. Például Németországban szinte minden városban van egy operaház, vagy egy operát játszó zenész színház. Míg Magyarországon, ugye ott van a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház Budapesten, ez a két nagyobb játszóhely van. Vidéken pedig, ha jól tudom, 5 helyen játszanak. Debrecenben, Győr, Pécs, Szeged. Miskolc. És Miskolc. Ez az 5 hely van. Egerben ahol... ugyan nincs, de Egerben szép sikereket értetek el. Meséljetek erről is. Igen, tavaly november elején volt Egerben a minden évben megrendezésre kerülő Egri Kamara Opera Fesztivál, ahová a Csokonai Színház ezzel az Énekesnő című operával ment el, és nagyon érdekes volt a helyszín, mert az Eszterházi Főiskolának a könyvtárában volt a mi előadásunk, és ezt úgy kell elképzelni, egy hatalmas nagy körkönyvtár, egészen a plafonig mindenütt könyvek, és úgy tudom, hogy ez egy barokk könyvtár, igen, ugye? Igen, egy barokk igen. Könyvtár, és mutatták ott nekünk a dolgozók, akik körbevittek bennünket, hogy az 1400-1500-as évekből is vannak még ott könyvek. Úgyhogy nagyon szép helyszínen játszottunk, és a közönségnek is nagyon tetszett, mi úgy vettük észre. Hát remélem az egri siker után Nyíregyházan is hasonló fogadtatás lesz, tehát még egyszer Víg Opera május 29-én és a Vikárban. Vikár Sándor Zeneiskolának a dísztermében lesz este 19 órától. Mindent tudunk, önöknek pedig programajánlóval kedveskedünk. Beköszöntött a jó idő, és egyre több kerti partit szervezünk, vagy éppen kerti partira kapunk meghívást, ezeket a rendezvényeket, egy egyszerű szalonasütést is fel lehet amúgy dobni, különböző dekorokkal, de hogy hogyan, és egyáltalán mi idén a trendi, erről is beszélgetek vendégemmel, Zsatkóné Szabó Mónikával, szervusz! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon sok színes dolgot hoztál, de van, ami fekete-fehér is. Nézzük először a színes dolgokat, hogy tényleg, hogyha valaki kerti partit szervez, legyen az mondjuk egy születésnap, vagy csak egy családi összejövetel, akkor mikkel tudjuk feldobni a kertünket, a teraszunkat, milyen eszközöket vagy tárgyakat, dekorációt lehet esetleg kirakni, felrakni, feltűzni, és így tovább. Nagyon sokféle színvilágban és témakörben, meg stílusban lehet már azért manapság válogatni. Vannak nagyon kis érdekes nyárias termékek is, amikből hoztam is egyet, ugye ez a kis lábujj-bedugós papucs verzió, ez az egyik kis kedvencem most, az idén.
rendkívül színes kis vidám, és ami még az idén nagyon nagy divat, az ami pöttyös, csikos, spirálos, mindenféle játékos, érdekes mintázatú, és ugye asztalterítő, maga papírtányérok, műanyag tányérok, papír, műanyag poharak, hozzátartozó zászlófűzérek, girlandok, fűzérek, bannercsíkok egy termékcsaládban is megvásárolhatóak, de egymással is kombinálhatóak, és nyilván vannak olyan alaptermékek, mint lámpionok például, amiket ugye többször is fel tudunk használni, hiszen azért most jön a ballagási szezon, jön a gyereknap, és ezekhez kínálunk egyébként még kültéri, illetve beltérben is használható különböző játékokat, és kis köszönetajándékokat, és a játékokkal az a elsődleges célunk, hogy közösen együtt megéljük a játék élményét, és még ami... a csipet csapatot, így van, és nagyon-nagyon jópofa régi ilyen népi hagyományozós játékaink is vannak. Ezeket lehet ugyanúgy bérelni, nyilván ezeket a termékeket vásárolni, és kérdezted a dekorból, hogy mik azok, amik ilyen mobilizálható elemek. Hát ugye a léggömb, a héliumos léggömbök, azt kell, hogy mondjam, hogy most már szinte elengedhetetlen kellékei az összejöveteleknek. Sokszor a felnőttek, apukák jobban élvezik, mint a gyerekek. Ezekhez pedig vannak különböző súlyok, nehezékek. És nem csak a szaküzletben kapható súlyokat lehet használni, hanem hozzá lehet kötni bármilyen fűszernövényhez, sótartóhoz, cserepes virághoz, vizes ballonokhoz is. Közben le vagyok még maradva mindig a hozott dolgokon, tehát hogy milyen kis frappáns dolgokat lehet esetleg szermányolni. Ugye itt van például ez a előbb említett, vagy a beszélgetés elején említett papucsos feeling, tehát hogy akár ilyen össznépi dekort is tudunk elővarázsolni, hiszen a tányér, a pohár, a szalvéta, és még ez a dísz is lényegében ugyanabban a feelingben díszeleg. Ezeket például nagyon jó lehet felhasználni tényleg, amikor nem csak az asztal elé fűzzük fel, hanem mondjuk a fejünk felé állíthatóak, meg kimérhető az, hogy mondjuk hány méteres a szalag. Tehát, hogy ez így azért ennél a verziónál igen, mert egy nagyon hosszú szalagra vannak ezek a kis papucsok felfűzve. Talán láttam, hogy ilyen 10-12 méteres lehet. Igen. És igen. Akkor ezt vannak lehet. Olyan zászlófűzéreink is, amelyek 6 vagy 8 vagy 10 méteresek, én azokat azért szoktam ajánlani, mert több darabba is felszabdalhatóak, és filagóriáknak az oldalaira, bejárati ajtóba, kapuba, egy jó, köszönő kis ajándéként úgy bele lehet szurkálni. Nagyon szeretem ezeket a középen elhelyezett kis csíkokat, ezeket méterbe lehet kapni, és többfajta verzióban hangjegyes, boldog szülinnapos, fiús, bébivárós mintázattal kaphatóak, többféle színvilágban, akár számos évfordulósokban is, és nagyon praktikusak, mert mint a tapéta, szegő, fríz csík is használhatóak, könnyűek, nagyon könnyű, akár egy rajzszeggel, két oldalas kis ragasztóval is rögzíthetőek, illetve asztal középcsíknak, vagy hatalmas nagy masnikat lehet belőle készíteni, de a kis bicikli, vagy hát ugye ki mit kap ajándékba, de nagyon kis praktikusak, mutatósak. A lampionoknál is leragadtam, hát lehet, hogy kellemetlen, mármint, hogy nekem, magamra nézve, de hogy én még soha nem láttam lampiont, mert nem néztem meg soha, hogy működik, meg hogy mi van benne. Ebben van egy kis merevítő fémből. Ezeket amúgy mire érdemes felaggatni? Sima damírra, kötélre, madzagra, mit ajánlotok? Az eredeti csomagban van hozzá kis szallagocska, és ugye egy merevítővel vannak, tehát lapra szerelten lehet megvásárolni. Lehet egyébként többféle színben, többféle méretben, akár mondjuk ezeket a típusokat nálunk bérelni is, és nagyon egyszerűen felrögzíthetőek. Ennek van egy olyan változat, ami egy ilyen spirálszelű kis szallagocskáknak a végein vannak egy-egy kis lapocska, amin különböző típusú témájú feliratok vannak, azok pedig azért nagyon praktikusak ezek mellett is, mert csillára,
vagy függönykarnyusra, tehát igyekszünk mindig olyan megoldásokat, ötleteket adni, amikhez nem kell fúrni, faragni, meg nem hagynak nyomot. Igen, én is azt néztem, hogy például ez, hogy hogy tudnánk ide mondjuk esetleg felfüggeszteni, meg tudtuk volna oldani, de hát otthon a kertnél is esetleg nagy gondot okoz, hogy ú, ez a fa milyen messze van, és akkor mihez tudjuk esetleg hozzáláncolni. De nagyon mutatósak, hogyha igen, több különböző méretűt egymás alá, csak egyszerűen belógatunk egy fa alá, és nagyon jó ilyen kis parti fotó háttérnek is tökéletes egyébként. És ami még nekem az egyik kedvencem az idén, azok a különböző kis színes üvegecskék. És az ehhez tartozó mindenféle mintázattal kis ellátott papír, vagy műanyag szívószálak, vagy óriás szívószálak, és kiváló, nagyon hangulatos, többször elmosható, használhatóak, kis tündéri bájosok is. És szerintem nem csak nagyon, a gyerekek imádják, hanem a szülők is, amikor így abból szürcsölik esetleg a limonádét, vagy koktélt, vagy bármi ilyesmit. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mi pedig nem sokára jövünk vissza a Weekend második részével a híradó után.